Üdvözlök mindenkit, ez itt a futballkácon. A mai videóban pedig ezt a Ferencvárosos dobozt fogjuk megnézni, benne szuper kártyákkal, ráadásul mezdarabosa, szerintem baromi érdekes lesz. Hajrá, fiúk, mert fű a győzelem. Száz kis leány, egy gorra vár, száz csókot áll, majd a győztes meccs után. Hajrá, Fradi, hajrá, Fradi, hajrá, fiúk, Úgyhogy egyértelmű, nagyon jól néz ki a képek alapján, úgy csillogette a fóliától, mint állat, én is visszatükröződök benne, Viszont itt még csak két csillagos volt a Fradi, tehát a 29. bajnoki címét ünnepelte, úgyhogy nem mai darabról van szó, viszont amint megláttam a netem, egyből rámentem, hogy na ez kell, ezt megvettem. Kárta Mundi adja ki, ugye ez is egy ilyen neves kártyagyártó, inkább pókerkártyákkal, meg ilyesmikkel foglalkoznak, de szerintem ők csinálták a speciális mezdarabos kártyát, hiszen itt a leírás eredeti gyűjtői kártya, szép dobozban, Tomás Dolly írta ezt a papírt, persze nyomtatva. 55 darab lapos francia kártya van benne, egyedi előlapokkal, majd azokat is megnézzük. Ami minket viszont igazán érdekel, mint komoly kártyagyűjtők, Ferencváros Tornaklub ezúttal igazolja a kártyák felhasznált mez, eredeti csapat csapatmez, mert a 29. bajnoki címét megszerző nb 1 es futballcsapat játékosai viseltek. 2015-16-os szezonban tehát 5000 forint ez a doboz, abból szerintem 4000-et legalább elvitt. Igazából nem a francia kártya, hanem a komoly mezdarabos. Ez érdekel engem is. Meglátjuk, hogy mi lesz. Én azt mondom, hogy eleget szövegeltem, eleget nézegettük a dobozt. Práva rá van melegítő ez a perforáció. Oh, nagyon könnyen megnyílik. Limitált kiadás, egyértelmű. Kíváncsiak, hogy sorszámozva lesz-e. Nagyon-nagyon hozzáadna az értékéhez. Brutál jó lenne, ha még esetleg valami sorszámozás is lenne beleütve a kártyába. Kicsit a fóliával szenvedek, de meg is vagyunk, lehúzzuk róla ezt. Nem a fólián volt rajta a Fradi logó, tehát maga a doboz is eszméletlenül jól néz ki. Ezt elrakjuk ide, tökéletes helyen lesz. És akkor nézzük a nagy pillanat. Hátulján nincsen semmi, az is ilyen fekete. Azt a minden itt, ott van a Fradis kártya! Hó, oh, hajnal Tamás! Az nem gyenge, itt pedig szépen elhelyezve. A fradis francia kártya, ez is nagyon korrekt, de nézzük meg ezt, itt becsúszik a szivacsalá. Jó vastag! Azt a kutya fáját mennyire jól néz ki hajnal Tominak, a gyűjtői kártyája, ott a mezdarab. Aj, de jó, kicsit megtapisztam. Nagyon állat. Fek, hogy hajnali, akartam is mondani előtte, csak valahogy elfelejtettem, remélem, hogy magyar játékost. Nitunk azért szerettem volna, hát meg lett. Hát mondanám, hogy hibátlan állapotban, de nem. Picit le van ott ütve a sarka, de az előlap az nagyon szép, úgyhogy azzal nincsen gond. Itt pedig hajnal Tamásnak az aláírása, na hát ez maximálisan hozzáad. Sorszámozást nem látunk, de hát értelmszerűen nem csináltak be 5 milliárd darabot, úgyhogy fú, de jól néz ki nagyon állat. Megnézem, hogy hoztam ilyen tokokat, hogy ezekbe belemegye. Toploader, ki van zárva. Kifejezetten vastag kártyáról beszélünk, ezt el is felejtem. Esetleg egy mágnesesbe, én nagyon örülnék, ha abba belemenne. De a mérete az totál egyedi. Vagy mégse? Aha, na ez egész jó. Csak le van kerekítve a sarka, megtévesztő. Aha, nem, nem tudjuk rácsukni. Toplódernek a tetejét, úgyhogy ez is ki van zárva. Nagyobb tasakba esetleg még azt meg lehet próbálni. Elképesztően király. Úgyhogy sajnos a mágneses tok az nem opció. Körülnézek még itt a bázisomba, hogy mik lehetnek, amiket ki tudunk így neki sajátítani a lapnak. Addig ide kirakom. Elképesztően jó. Mégül is találtam egy tokot, ami hajnaltominak tökéletes lesz. Ez a legdurvább, legjobb kártyáimat tartalmazó ilyen kis dobozka. Ezeknek sincsen úgymond külön hely, hanem itt tartom, amíg be nem telik. Ugye van itt nekünk egy Kelly O'Hara aláírt kártyája, illetve ezeket pedig kártyamániától kaptam. Egy szelektes Jack Butlen mezdarabos aláírt, ez pedig egy mezdarabos. Ugye a limitált szériánál ilyenre gondoltam, hogy hát hogy ütnek bele ilyen sorszáma, de ez nem történt meg, Úgyhogy itt, itt szerintem hajnal Tominak fix helye van, úgyhogy bele is kerül. Eszméletlen király, te nem tudok betelni vele. Tökéletes. Úgyhogy jön ide a lapja, ez baromi jól lecsukódik, itt őrzöm, akár ide ki is rakhatjuk még. Nézzük meg ezt a francia kártyát, azért ez se rossz szerintem, ez igazából tényleg csak, ez kis jön, ez jó benne van itt csúszkált a kártya, de teljesen ok, és ez a doboz nagyon igényes, úgyhogy le is zárom. Bele lehet rakni, ez belefér. A nagyobba. Kis szuszakolás. Hát ez tök menő. Na, jó van, megvan a helye. Hibátlan. Na nézzük ezeket a francia kártyákat. Ezek se rosszak szerintem. Úgy, de szépen át van csomagolva. Nagyon korrekt. azért partiba elég menő egy ilyennel megjelenni, szerintem pókerpartiba. Másik oldalt kell néznünk, az a hátoldala volt itt a 29. bajnoki cím, Dibus, Emir Dilaver, Batik Bence, ott vannak az aláírások, mennyire király, azt a kutya mindenét, ez mennyire jó, Lakatos István, Csukics, de jó, Florian Trinks, Nagy Dominik, Roland Lama, Radó András, Hajnal Tomi. Hasonlítsuk már össze, hogy a hátoldalán az aláírás. Na bocsánat, hogy itt szervezkedek, csak hát most már ez felkeltette az érdeklődésemet. Ezt ki is veszem innen. Így. Mennyire hasonlít? Aha, egy az egybe. Zsír. Lehet, hogy csak egyszer írta alá, aztán rányomtatták. Ez maradjon itt, akkor most már nézzük tovább. Kik vannak még? Gerazoli. Ú, egy Gerazoli izé, az is durvált volna. Így is meg ők elégedve egyébként. És Tomás Dolla végére. Az edző Jova Levente, pintérádám, Nalepa, Leandro, Christian Ramirez, Gyömbér Gábor, Busai Attila, Stanislav Sze Sesták, jó kis nyelvtörő Vargaroli, Nagy Ádám, ő is már, hát mióta már külföldön van, de jó volt a Fradiba, Böde Dani, na jó, hát ezek mennyire király, végére a királynál pedig egy Tomász Dol. ezek pedig már ismétlődnek, még átpörgetem, de elég szép keret van benne, jó sok játékossal, Joker lapok, azért ez, ez baromira rendben van, tökre örülök ennek is. Úgyhogy menj vissza szépen a dobozába, maga a tartója is nagyon-nagyon igényes. Azt nem tudom, hogy ajánlani, hát figyeljetek, a francia kártya idézőjebe értéktelen, mert pár száz forint lehet egy ilyen, max. egy ezres, a doboz az mondjuk szép, igazából ami itt értéket képvisel, ez a fradis kártya, ezt ti tudjátok legjobban megmondani, hogy nektek ez megére 5000 forintot, egy darab ilyen mezdarabos kártyáért. Én úgy voltam vele, hogy egyszer nyissunk egy ilyet, bejutott a Fradi a BL be ez a minimum, hogy legyen a csatornán egy ilyen, nézzük meg, hogy mit tud ez a doboz. Ez alapján most már ti is el tudjátok dönteni, hogy ez mennyire lehet érdekes nektek. Ha viszont vesztek, mindenképpen írjatok, vagy küldjetek fotót e-mailbe, Facebookon, Instagramon, hogy ti kit nyitottatok. Nagyon-nagyon érdeke, hogy mik vannak még ebbe. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Iratkozzatok fel, nem tetétek volna még meg, mert hasonlóan jó cuccokkal fogunk majd tovább menni a jövőben. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! A fiú csak tovább, és sübít a labda a hálóba var.